Sziasztok, Szabó Sári vagyok, és ez itt a Story Online újévi legelső adása. De mielőtt igazán beindulna a 2010-es év, először lássuk 2009 legjobb pillanatait. Valószínűleg itt szerelmek is szülődnek, vagy nem is tudom, hogy mit csinálnak a szerelmek? Szövődnek. Kötődnek. Egyszerű kérdés lesz, hogy te kinek lennél az avatárja, és a saját tudatoddal kinek a testében élnél legszívesebben, ha választhatnál? Hát azt, hogy én kinek lennék az avatárja, nem nagyon tudok válaszolni, mert nem tudom, hogy mit jelent a kérdés. Ugye a saját tudatoddal kinek a testébe költöznél bele? Uh-huh. Nagyon jó hangulatú koncert volt ez. Azonban ez a koncert, fogalmazzunk úgy, hogy leállt a lámpa. Karácsonyaim gyerekkoromban egy kicsit stresszesek lehettek, mert rendszeresen ettem a karácsonyfa díszeket és üvegpoharakat és stb. És az anyukáméknak ki kellett cserélni a karácsonyfának a díszeit szaloncukorra alul, hogy ha már eszek valamit, akkor legalább ne üveget egyek. Volt úgy, hogy gyomormosásra rohantak velem. Imádom a napsugárt, mert emberileg is annyira jó, mint amilyen ruhákat csinál, és én maximálisan bevált, maximálisan. Így sportszakba illag, legalább olyan jó. De most te miért szólsz bele a Dodora interjúban? Ami a háttérbe folyik. Ezért próbálom, b***k, Sanyi. Undorító! Nem, Sanyi, b***k. Na sziasztok, puszink. Csok, be, mikor ezt úgy nem el. Majd hívlak. Jaj! Leöntötte! Erre majd legközelebb. És milyen stílusú zene lesz? Szerintem mindenféle. Tehát az lenne az igazi... Az lenne az igazi, hogy... Jó, van, hagyd már, Bancsika! Összeszólistát énekar, balettkar kérem Mános Zsolt. És az énekar népszerű. Az lenne a leg... Igen. Az lenne a legjobb, hogyha mindenféle zenei műfaj képviseltethetné majd magát ebben a műsorban. Köszöntök, Marói Krisztina vagyok, az én főszerkesztőjem. Csak látszik a szárnyalat. És szeretném megköszönni először is az olvasó. Take out the paper and the trash. Are you gonna get the pending cash? Pedig még azért nem fogom kérdezni, hogy kérdezted magad a hangot. Annyira szubcsiból. Adjad, ezt úgy szeretném fogni. Nem tudok. Katinka, úgy tudom, hogy mély pontok. Most még egyszer tegyem fel a kérdést? Nem kell. Igen? Ja. Következzenek a Story Online legfrissebb hírei. Mi van? Ezeket tudod vágni? Csak nektek. Nem tudom, hogy mit mondjak, Lacika. Nem tudom, mit kell mondanom. Győzikének elege lett abból, hogy a bulvár sajtó... Valami? Pár nappal ezelőtt ugyanis Los Angelesben látták ex-ével Jennifer Anistonnal együtt, amint éppen egy hotelszobába tértek be. Azt már nem tudom, hogy miért, mindegy. Lényeg, hogy bementek. Állítólag erre azért volt szükség, mert a Brangelina pár viszonya olyannyira meglomlott mostanság, hogy feltétlenül szüksége volt Petnek malt. Ezek az erbetik. Rengeteg rokon látogattam, meg csak nem 30-an voltak már nála. Igen, tudni kéne a szöveget. Különleges produkciója. Most nem fogom tudni kimondani ezt, hogy produkció, meg. Ne. Nagyon, nagyon élvezetes, amikor fejbe kell mondani. Most elfelejtettem. Ezzel szerettünk volna, nem tudom, hogy mi a f*** van, mert elfelejtem mindig. Ezzel akartunk nem tudom mit csinálni, mert elfelejtettem, mert látszik a belepofázó. Remélem nektek is tetszett a... A f***ba életbe. Ezzel akartunk, nem akartunk. Brad Pitt mégsem az a papucspéra, aminek a bulvár sajtóba állítja még egyszer. Ha nem mondom is rájöttek, ugye, hogy még egyszer mondom, ha nem mondom, hogy még egyszer szokás. November 4-én derül ki, hogy több mint 12 év után tovább sugározhat-e a Sláger Rádió, vagy örökre elhallgat. A rádió minden este nem bízt. November 4-én dönt arról az országos 25 kilós, 8 darab egyenként 25 kilós dobozzal érkeztek az ORTT. A pályázatot szállít. De ez nem fürdető. De jó. Ez nap. Áú. Krém.
be ne fújjál bele, mert kép lesz minden. Ne, nehogy kinézd, ne. Nehogy fújjál. Na, te meg nem bújtsad föl. Oké, elég. Nem. Várjál, mert csöpögl a kezemről. Majd te, jó? De figyelsz, a tenyeredbe. Úgy. Ez a... Mondd bele, hogy hívnak. Bence. Milyen Bence vagy? Baszkiben nem hallom. Nem is kell hallani. Azt értettem, hogy baszkiben hallom. Baszki. Milyen Bence? Baszki. És nem hallom. A hírességek botlásai és vicces pillanatai után most lássunk egy igazi Story Online celebet. Itt jön már is Sanyi, a Raptor, akivel a Kometen találkoztunk. És ez hogy jön? Nem tudom, mert idáig ugye sokáig ilyen nagy kofot hordtam, amit a Karl Lagerfeld hívtak meg. Kaptam díjat! Hát, hogy köszönöm, elevedve köszönöm, azt mondom. Megőrülhetünk. Hogy lefogják a kis burkáikat, stb. De sokkal jobb nem fűzőt hordani, hanem ki. Sokkal jobb meg olyan ruhát hordani, ami már eleve. Hogy hívnak téged? Elfelejtetted, nem beszélek veled. Az a helyzet szerintem, hogy interjút csinál, és nem jött össze. Nem volt finom. De, nagyon finom volt. Azért van ez az. Mi volt most sem virággal, nem volt semmi hívni, tipi-tapi. De nem. Hogy így tartott az erővel. Milyen a vízilovakkal voltam ennyi. Ja, értem, és a vízilovak jó voltak oda? Hatálos. Mekkora volt? A víziló? Aha. Óriási, hatalmas. Hatalmas az, ez nem divat tervező. De miért nem? Hát mert ez két külön szakma. Sem fonta, ez ilyen. Két külön szakma, nem, ez két külön szakma. Ez olyan, mintha megkérdezném, hogy te mondjuk... Miért nem ezt szokás? Miért nem vagy mélyépítő? Hol van? Mi az? Ki az? Látom, ez az! És figyelj is, hogy tulajdonképpen milyen mintet az sztály. Ezek voltak tehát a 2009-es év legjobb és legviccesebb pillanatai. Ne felejtjétek, ebben az évben is várlak titeket. Sziasztok!